Széchenyi és térsége összesen 13 település képviselő testülete fogott össze az uniós támogatással létrejövő centrum építésére. Egy olyan létesítményt valósítunk meg ezen a helyen, ami még nem volt Széchenyben, ami még nem volt a kistérségben. Így néz ki most, és ilyen lesz a háromszintes tetőtér beépítéses szakrendelő, melynek működtetéséhez komoly anyagi háttér szükséges. Van hozzá elegendő pénz, illetve lesz hozzá elegendő pénz. Ezeknél az Európai Uniós pályázatoknál az a menetrend, hogy a pályázat beadása előtt kell egy előzetes befogadási nyilatkozatot kérni a kormánytól, és a kormány akkor, amikor kiadja ezt az előzetes befogadási nyilatkozatot, ezzel garanciát vállal arra, hogy lesz a beindulást követően megfelelő forrás a működtetésre. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, aki ugye a finanszírozást folyósítja, ezeket a új fejlesztések kapcsán történt befogadásokat nyilvántartja, és az aktuális költségvetést azt mindig úgy tervezi, hogy ezeknek a működési költségvetésével az előző évi kassza növekedjen. Az átalakítás után mintegy 1000 négyzetméteres alapterületű modern intézményben láthatják majd el a rászorulókat. Mi számunkra azt jelenti, hogy korszerű körülmények között tudjuk ellátni a betegeket. Eddig is évek óta jártunk Széchenyen, járunk most is, és nagyon örülnénk annak, hogyha sokkal jobb körülmények között tudnánk fogadni a betegeinket. Most egy rendelőben dolgozik több szakterület, tehát egyetlen egy rendelőben látjuk el a betegeket, neurológia, bőrgyógyászat. A látványtervet látván azért sokkal szebb lesz, tágasabb lesz, nagyobb kapacitású lesz, a műszereltsége is sokkal korszerűbb lesz, mint ahogy most dolgozunk benne. Minden szakterületnek meg lesz a saját rendelője, tehát ilyen értelemben sokkal korszerűbb lesz. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után 10 hónapos kivitelezési megbízási szerződést kötöttek, így a térség egészségügyi ellátása megnyugtatóan megoldódik. A Széchenyi és kistérség településeinek száma 13 település, és több mint 20 ezer embernek fog ez ellátást nyújtani. Nagyon vártuk a rendelőintézet megépítését, nagy mértékben fogja javítani. 20 éve várunk erre, hogy valamilyen szinten a mi betegeink is jobb ellátást kapjanak, közelebb kerüljenek a szakrendelésekhez. Eddig hátrányban éreztük a betegellátást a többiekhez képest. Hát a diagnosztikai helyekre nagyon ritkán jutottak el, és nagyon nagy utazási költséggel, illetve fáradtsággal, laborba, EKG-ra, esetleg azt most ha megcsináljuk, röntgenbe, szakrendelésekre, úgyhogy reumatológiai kezelésre. Pályázati forrást kaptunk, közel 1 milliárd forint pályázati forrásban részesültünk. Ennek az önereje maga az épület, tehát készpénzt nem kellett hozzátenni, hanem az maga az épület volt az önerő része, Széchenyi város önkormányzata biztosította a non-profit Kft-n keresztül. Meggyőződésem, hogy minőségi változás lehet az itteni betegek életében az, hogyha közvetlenül itt kapják meg a szakorvosi ellátást. A kérdés az, hogy ez milyen finanszírozásból és milyen mennyiségű és minőségi szolgáltatást tesz lehetővé számukra. Én azon leszek, hogy az országos átlagnál többet kapjon ez a terület, hiszen most még kevesebbet kapunk, és ne Balassagyarmat vagy Salgótarján kapacitásából kelljen esetleg ezt elvenni, hiszen akkor mindjárt gyengülünk. Meggyőződésem, hogy szükség lesz itt a rendelőintézetnek a működésére, az alapszakmákon túl speciális szakmák is jöhetnek ide, de csak akkor, ha az rentábilisan működhetető. Ez közös érdekünk, Gyarmat, Széchenyi, Salgótarján fogjon össze, és tegyünk a széchenyiekért többet. Az új rendelő komplexumot már a környékbeliek is nagyon várják, ugyanis elérhető közelségben kaphatnak majd ellátást. Persze, igen, hogy ne. Hát nem, nagyon is örülünk neki, hogy nem kell sehova menni. Igen. Mert nekem a hónap is Salgótarjánba kell mennem. Rendelésre, igen. Persze, én is nagyon örülök. Férjemnek Gyarmatra kell menni. Az épület teljes körűen akadálymentesített lesz. A fejlesztés eredményeként az egyik leghátrányosabb helyzetű térségben megteremtődik az esélyegyenlőség a gyógyításban, elérhető közelségbe kerül a betegekhez a magas színvonalú egészségügyi ellátás.